Mostanában azt tapasztaljuk, hogy az ítéletek hamarabb születnek meg, mint a vádiratok bizonyos helyeken. De hát ennek volt már korábban is gyakorlata. Szóval miből van elegünk? És hogy lehetséges ezeket megváltoztatni? Erről fog beszélni nekünk a jogász, az Antal kormány kormányhivatalának vezetője, a MOMA elnökségi tagja és 5 gyermek büszke édesapja. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy minden különösebb tiszteletkör nélkül az előttem szóló Vörös Imre professzor úr gondolatmenetét folytassam. A Fidesz nem csak az alkotmányhoz nyúlt hozzá, hatályon kívül helyezve azt, és megalkotva az egypárti alaptörvényét, nem csak az alkotmányos jogállamot, annak intézményeit, és különösen a fékek és ellensúlyok rendszerét verte szét, vagy gyengítette meg annyira, hogy a rendszerbe tartozó intézmények jó része ma már csak látszatintézmény. Gondoljunk csak a köztársasági elnökre, az alkotmánybíróságra, a monetáris tanácsra, az állami számbevőszékre, a gazdasági versenyhivatalra, vagy a legfőbb ügyészre, média tanácsra. És a felsorolás sajnos még hosszan folytatható lenne. Gyakorlatilag mára már nincs olyan kormánytól független jogállású állami intézmény, a bíróságokat leszámítva, amely az alapfunkcióját a végrehajtói hatalom ellensúlyaként betöltendő ellenőrzési szerepét teljes egészében el tudná látni. Éppen ezért joggal jelenthető ki, hogy ma Magyarországon már csak látszatdemokrácia van. A Fidesz azonban nem csak ezen a területen, hanem a társadalmi élet minden területén, a gazdaságtól kezdve a kultúráig átalakítást, és nyugodtan kijelenthetjük, rendszerváltást hajtott végre. Mindezt a fülkeforradalomra, a magyar társadalom kétharmados felhatalmazására hivatkozva. Miután ez a kétharmad szinte már toposzként rögzült az emberek tudatában, nem győzöm elégszer hangsúlyozni azt, hogy ez a bizonyos kétharmad csak a parlamenti mandátumok számában mutatkozik meg, amit a választásra jogosultak mindössze körülbelül egyharmadának szavazata eredményezett. Mit is csinált még a Fidesz az előbb említetteken túl? Két fontos elemet szeretnék csak kiemelni. A közvetlen állami ellenőrzésnek a gazdaságra, a társadalomra, sőt még az egyéni szférára történő indokolatlan kiterjesztésével, a munkavállalói és az érdekképviseleti jogok meggyengítésével, a sajtó és szólásszabadság csorbításával, és általánosságban is az állampolgárok alattvalóvá süllyesztésével visszahozta az átkos múltból a fortélyos félelem érzetét. A hatalmas sajtó és média birodalma segítségével pedig a társadalom tudatos agymosását hajtja végre, amelyben szégyenletes módon segítséget nyújt és élen jár a közszolgálati média. Bár azt tapasztalom, hogy ez utóbbi, mármint az agymosás, már olyan szintet ért el, amely a józanul gondolkodó polgárokat, és nem csak a baloldali érzületőket, lassan elgondolkoztatja. Valóban Magyarország és a magyar nép érdekét szolgálja ez a kormányzati álmokfutás. A tehénlepén szilárdságú alaptörvény, ezt egyébként Vörös Imre professzor úr használta először. A gazdasági unortodoxiával, a nyugati világ, az Európai Unió és annak értékrendje elleni értelmetlen és skizofrén szabadságharccal, az államilag intézményesített, rendszerszerű korrupcióval, az oligarchiák által foglalkoztatott állammal együtt. Egyre többen jönnek rá, hogy az elmúlt közel 4 év semmi más nem szolgált, mint Orbán Viktor és a Fidesz hatalmának hosszú távra történő, kizárólagos birtoklását, ami viszont még a saját alaptörvényük szerint is alkotmányellenes tevékenység. Éppen ezért egyre többen érzik, velünk együtt, a konzervatív értékrendet vallókkal együtt, azt, hogy elegük van mindenből, ami ma manapság Magyarországon történik.
Mindezt azonban érzékeli a hatalom is. Részben ezért is került egyoldalúan és egyértelműen a Fidesznek kedvezően megváltoztatásra a választási rendszer. Ezért lett egyfordulós a választás, ezért lett úgy kialakítva a választási rendszer több eleme, gondoljanak a választási körzetek határainak módosítására például, hogy az a Fidesz választási győzelmét segítse elő, vagy pedig akár még egy választási csalás lehetőségét is biztosítsa, gondoljanak a levélben történő szavazásra a határon túli magyarok részéről. A kormányzati propaganda a megvett közvélemény kutatási eredményekkel azt próbálja súlykolni az emberek felé, amit sajnos több ellenzéki értelmiségi és a megnyilatkozásaival csak erősít, hogy a Fidesz a választásokon nem legyőzhető. Pedig ez nem igaz. A Fidesz igenis legyőzhető, vagyis igen, lehetséges. Méghozzá bármennyire talán önök számára is hihetetlenül hangzik, akár úgy is, hogy az az ellenzék számára kétharmados többséget biztosítson a jövendő parlamentben. Nagyon egyszerű a recept. Csak egyetlen egy szavazattal kell többet kapnia a demokratikus ellenzék által indított és támogatott jelölteknek és listának, mint amennyi szavazatot a nemzeti mázzal leöntött, populista demagógiával fanatizált vagy megvezetett, kubató lista alapján mozgósított Fidesz hívők fognak leadni. Bármennyire is mindent elkövetett, és majd el is követ a Fidesz, beleértve az emberek megfélemlítését, megvezetését, a politikai ellenfelek durva lejáratását is, annak érdekében, hogy a választáson csak ő győzhessen, a hatalma a szavazó fülkében megszűnik. Ott mindenki magában eldöntheti azt a kérdést, hogy akarja a továbbiakban is a nemzeti együttműködés lelkeket is megnyomorító rendszerét, vagy nem. Ha erre az egyszerű kérdésre az emberek őszintén válaszolnak, akkor igenis hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy a Fidesz legyőzhető, sőt legyőzésre is fog kerülni. Ettől egyébként a kifelé sugárzott magabiztosság ellenére még a Fidesz is tart. Éppen ezért tudatosan próbálták meg az elmúlt években a teljes politikai apátiába sűjeszteni a magyar társadalmat. Céljuk az volt, hogy a fideszes fenntáboron kívül az emberek utálják meg a politikát, törődjenek bele a sorsukba, abba, hogy azon úgysem tudnak változtatni, és emiatt még szavazni sem érdemes elmenni. Ez viszont egy aljas manipuláció, amit egyszerűen nem szabad elfogadni. Egy állampolgár 4 évente egyszer dönthet igazából a maga, a családja, a környezete, az országa sorsáról, és ez a döntés a szavazás. Ez a legalapvetőbb szabadságjog, aminek gyakorlásáról nem szabad senkinek sem lemondania. Éppen ezért kérek és buzdítok is mindenkit arra, hogy menjen el szavazni. Menjenek el szavazni azok a jobboldali választópolgárok is, akik lehet, hogy a szavazó cédulán nem fognak ilyen értékrendet valló pártot látni, például a MOMÁT. Ennek ellenére szükség van az ő szavazatukra is. Adják meg saját maguknak azt a lehetőséget, hogy egyszer, valaha, a közeljövőben a saját értékrendjüknek megfelelően is szavazhassanak. Ennek feltétele viszont a váltás. Ugyanis ha nincs kormányváltás, akkor ennek az esélye nagyon sokáig nem adatik meg senki számára. Hölgyeim és uraim, gondolom nem lepi meg önöket az, hogy ha azt mondom, hogy nekem is mérhetetlenül elegem van mind abból, ami ebben az országban történik. De elegem van azokból a mindent jobban tudó okostojásokból, politológusokból, értelmiségiekből is, akik a nyilvános szerepléseik során tényszerűen elmondják, hogy mennyire szörnyű ez a rendszer. Kifejtik azt is, hogy a Fidesznek mennie kell, mert még 4 év Fidesz rombolás nem bír ki az ország. Sőt, talán még azt is elismerik, hogy a Fidesz a választásokon legyőzhető. Ennek ellenére, amikor a kormányváltás melletti hitet már annyira megerősítették, hogy az ember legszívesebben azonnal menne szavazni, a végén kijelentik azt is, de nem érdemes győzni. Mert lehetetlen lesz egy kormány számára a kormányzás.
vagyis még először hitet adnak mindazoknak, akiknek elegük van a jelenből, ezt a hitet azonnal szerte is fosztatják. Határozottan állítom, hogy nincs igazuk. Egy ellenzéki győzelem esetén is lehetséges kormányozni. Lehetséges helyreállítani az alkotmányos demokráciát, lehetséges visszatérni az európai fejlődés útjára, amelyről nem csak letértünk, hanem amin vissza is fordultunk. Erre utalt egyébként Vörös professzor úr is, hogy ennek az eszközei és módjai kidolgozásra kerültek a Szalai kör által. Természetesen egy kétharmados győzelem esetén könnyebben, de egy sima, egyszerű többségű győzelem esetén is lehetséges ez. Adottak azok a kormányzati intézkedési lehetőségek, jogi megoldások, amelyek ezt biztosítják. Éppen ezért szeretném önöknek és mindenkinek hangsúlyozni, hogy érdemes győzni a választásokon, mert minden ellenkező híresztelés ellenére igenis lehetséges a kormányzás. Hölgyeim és uraim! 2014-ben három választás is lesz. Lesz az országgyűlési, május 25-én az Európa Parlamenti, és valamikor ősszel az önkormányzati. Mindenkit arra kérek, hogy vegyen részt ezeken a választásokon, és mielőtt szavaz, először is gondoljon arra, amit egyébként egy URH és Európa kiadó együttes számából vettem, gondoljon arra, ami most van. Az európai parlamenti választáson pedig arra gondoljanak, pontosabban először is az országgyűlési, majd az önkormányzati választáson jusson eszükbe, hogy igen, lehetséges a Fidesz legyőzése. Sőt, érdemes is, mert mind az ország, mind a helyi közösségek ügyei jó irányba rendezhetőek. Az EP választáson pedig arra gondoljanak majd, hogy mi szolgálja jobban Magyarország és az önök érdekeit. Egy olyan pártra leadott szavazat, amelyik önsorsromboló szabadságharcot vív az Európai Uniós intézményei ellen, beleértve az Európai Parlamentet is? Vagy egy olyan pártra, amely szerint a nemzeti és európai érdekek és értékek hézagmentesen összeegyeztethetőek? És a közös értékrend alapján kívánja ez a párt a magyar érdekek minél jobb és hatékonyabb képviseletét ellátni? Végezetül szeretném újra emlékeztetni önöket arra, hogy a Fidesz az alattvalói létünk minden szegmensét uralni és ellenőrizni akarja. De ezt a szavazó fülkében nem fogja tudni megtenni, hiszen a leadott szavazat személyhez nem köthető és nem ellenőrizhető. Higgyék el, csodálatos érzés, amikor valaki az egyik legfontosabb felelős döntését, ami az országának és önmagának is a sorsát évekre meghatározza, a szabad akaratának megfelelően a jobbítás és a győzelem reményével hozhatja meg. Ennek a felemelő érzésnek a megélését kívánom önöknek, mindnyájunknak. Köszönöm megtisztelő figyelmet!